Oh! Hey! Hey! Mit keresel itt, és minek nyomod a dudát? Hilleryért jöttem. És mégis mit gondolsz, mi ez, egy drive-in? Azt hiszed, csak megnyomod a dudát, és kirakom neked Hilleryt, mint egy Big Mac-et? Miért nem szállsz ki a kocsiból, csengetsz, és jössz be Hilleryért, mint egy normális ember? Egy pillanat, nyitom! Mit óhajtasz? Hello, Mr. Gold, Bruce Gropper vagyok, Hilleryért jöttem. Készen van már, uram? Azt lesheted, tökfej! Még hogy apák napja, az ilyen pillanatokért éri meg a dolog. Hé, hey, az előbb csengettek, Bruce, volt? Nem, valami lú, lúzer. Sec perc alatt kiraktam. Tudod, nem vagyok meglepődve, neked még egy fiú sem tetszett, akivel randiztam. Ah, ez nem igaz. Miért nem választod inkább ki te, hogy kivel járjak? Nem, azt nem. Én nem választok, csak szanálok. Figyelj, ezt nem fogod elhinni. Emlékszel arra a rózsabokorra a ház mellett? Hát az a sehonnani senki házi szomszédunk kitépte. Tényleg? Kitépte a rózsabokromat. Diana hercegnő rózsa volt, magról neveltem, a magot a neten rendeltem. Tudod, milyen nehéz angol Diana hercegnő rózsát nevelni Long Island közepén? Felfogod? Erre ők fogják és kitépik ezzel, mit újra meggyilkolták volna Diana-t. Ha. Csak ennyit tudsz mondani? Azt akarom, hogy menj át hozzájuk és intézkedj. Jaj, szívem, nem intézhetnéd el te? Lehet, hogy nem voltam elég világos. Szeretném, ha kiállnál mellettem. Csak egyetlen egyszer az életben állj ki mellettem. Ó, mit nyerek vele? Átugrom a szomszédba. Mindjárt jövök. Házi háború. Hello! Apa, mit keresel itt? Ha azért jött, hogy panaszkodjon az anyám főztjének a szaga miatt. Köszönöm! Nem, én tulajdonképpen az apádhoz jöttem, mert... Hú, ez meg mi a fene? Gőzöm sincs, de biztos ezt teszi az arabokat olyan vaddá. Ó, hello, Ahmed, hogy vagy? Beszélhetnék veled? Persze. Miért vagytok időben, mikor ilyen szép idő van? Nos, mit tehetek érted, barátom? Elnézést, hogy ilyesmivel zaklatlak, de megígértem a feleségemnek. Ti okosabban csináljátok, a nők csak 10 lépéssel mögöttetek mehetnek. Igen, csak így sajnos sokkal hangosabban beszélnek. Ha. És miről van szó, Dave? Ami neked probléma, az nekem is az, barátom. Figyelj, Viki a fejébe vette, hogy kihúztatok egy rózsabokrot. Így igaz. Ó, oh. Nos, én nem egészen értem, hogy miért csináltátok. Egyszerű a magyarázat. Új szökőkutat építünk. Én mondtam, hogy mindenki te még egy szökőkut, de az asszonynak kell, hát meg lesz. Tudod, a nagyanyám hozzá se szólhatott a nagyapámhoz. Elnézést, Ahmed, de nem értek valamit. Szerinted helyén való kihúzni a nejem rózsabokra? Ó, tévedsz, barátom. Az enyém volt. Ha a te rózsabokrod volt, miért volt az én telkemen, barátom? A feleségem vette a magot, ő ültette, és az elmúlt 10 évben ő gondozta, ápolta. Köszönjük! Nagyon jó szomszédok vagytok, barátom. De tévedtek, az én telkemen. A tiéden. És ezt kimondta te? Ha? Nem azért az én földem, mert én ezt állítom. Ezt a Nassau megyei földhivatal állítja. Felmérettem a telket. Ó, hát akkor minden rendben, elnézést kérek. Remélem, nem bántottalak meg. Nem, egyáltalán nem. Be is bizonyítom. Ha már itt vagy, miért nem ebédelsz velünk? Sült bárány agyvelő lesz az ebéd. Az orvosom azt mondta, nem ehetek agyvelőt. Ujjaj, ugyan már, na, csak egy kicsit. Zsira, vendégünk van. Kiugrom a plázába, nem jössz? De mit csinálsz? A házimat. Nincs rajtad nadrág. Se semmi. Ja, tudom. Be kéne csuknod az ajtót. Egy csukva volt. Ó. Oh. Oké. Okay. Szia, szívem. Szia. Figyelj, képzeld, a fiad Mike a szobájában írja a házi feladatát. Anya szült mesztelenül. Komolyan, tényleg odafent tanul? Ó,
úgy ül ott, ahogy a világra jött. Pucéran. Megszellőzteti magát. Vajon miért csinálja? Nem tudom, de nyilvánvaló, hogy jól érzi magát a bőrében, és ez jó. Ne gyere ezzel, nudisták gyöngye! Ha rád nyitok a fürdőszobában, mikor zuhanyozol, úgy nézel rám, mint egy anyagyilkosra. Ne piszkáld, Mike-ot, majd elmúlik nála, figyelj! Nem lenne jó, ha miattunk elkezdené szégyelni a testét. Bőven lesz rá ideje, ha majd olyan alakja lesz, mint neked. Hé, mi bajod van velem? Semmit se változott az alakom azóta, hogy megismerkedtünk. Ez tény? Na, ugye? Hé, beszéltél Ahmeddel? Ültet egy másik rózsabokrot? Jól megmondtad neki, megrékadtad? Csigavér, pszichókám. Hála neked, egy hétig bárányagyvelőt fogok böfögni. Ahmed rendes ember, semmi rosszat nem csinált. Mint kiderült, az a bokor az ő telkén volt. Nem. Azt se tudod, hogy miről beszélsz. 100 esetből 95-ször tényleg így van. De most tévedsz. Közlöm veled, Ahmed felmérette a telkét. Te ezt bevetted? Miért ne hinnék neki? Nem is tudom. Én valahogy nem bízom a pasasban. Jaj, Viki. Ó, Viki, Viki. Tudod, az egy dolog, ha előítéletekről hallok, de a saját szememmel látni annyira ocsmány. Mi? Szerinted nekem vannak előítéleteim? Nyilvánvaló, hogy azért van gondod a pasassal, mert a Közel-Keletről jött. Azta. Biztos nem a bárány ette meg a te agyadat ebédre? Hello! Hello! Jay! Jay Gelman! Igen, tudom ki vagy, Jay. Mit keresel itt? A randikra jöttem. Mi nem randizunk. Ó, dehogy is nem. Én szerveztem. Nagyon szívesen, drágám. Megbocsátasz egy percre. Mégis, mi a fene ez az egész? Ha nem tévedek, te mondtad, idézem, miért nem választott ki te, hogy kivel járjak, idézet vége? Választottam. Odafigyelek rád. Csak vicceltem. Tudom, de beugrottam a gimi kosárpályájára, lezavartam egy meccset Jay-jel, és nagyon jól támad, nagyon jól védekezik, kifogástalan a játék tudása. Aha, a személyisége viszont nem az. Ugyan már, mi nem tetszik benne, nagyon rendes rác. Lássuk csak, hangos, ellenszembes, azt hiszi vicces, pedig nem az. Olyan, mint te. Nem már, mi bajod velem? Lássuk csak, hangos vagy, ellenszembes, azt hiszed vicces vagy, pedig nem. Kicsim, hogy is hívják a barátodat? Mi is a neve? Ah, tényleg, nincs is barátod, mert lúzereket választasz. És én mondom neked, ez a Jay gyerek nyertes. Na, indulhatunk? Vettem két jegyet az Islander meccsre, a pálya mellé. Ha mázlink van, elkapunk pár fogat. Megmondtam, nyertes, ha? Igen, figyelj, Jay, sajnálom, de félreértés történt. Nem mehetek el veled a meccsre, mert programom van. De szombat estére nincs programja, vagy többé nem lesz programja. A szombat este megfelel. Nekem is. Milyen nagy kár, hogy egyedül kell kimenned arra a meccsre. Nem jön velem? De. Ó, szevasztok! Hello! Figyelj csak! Nem értem, hogy hihettél Ahmednek, a szomszédodnak, és nem nekem szerető hitvesednek, aki gyerekeket szült neked, és fogta a kezed a végbéltükrözés alatt. És? És. Bementem a Nassau megyei földhivatalba, hogy tényleg felmérték a telket, és kiderült, hogy igazam volt, bizonyám. Ó, miről beszélsz? Nem mérték fel a telket, Ahmed hazudott, az a mi rózsánk helye volt. Ah. Az a szemét büdös hazug disznó. Elnézést, Kenny. Na, nem gond, rondábbat is mondtam már rá. És most mit fogunk csinálni? Átmegyek és elbeszélgetek ezzel a hazug disznó Ahmeddel, és addig nem jövök haza, míg úgy nem bömböl, mint egy sivatagban eltévedt arab kislány. Igen, ez az előző éretlen pasas, akibe beleszerettem. Ne aggódj, drágám. Egy életre megbánja, hogy felült a varázs szőnyegére, és átrepült az Egyesült Államokba. Elnézést, Kenny. Hát azért ez már egy icipici durva volt.
Ah, szervusz, Ahmed. Ah, oh, szia, David. Vagy inkább Ahmed a hazug? Ezt nem értem. Miért nevezel hazugnak? Nem tudom, talán mert hazug vagy, te hazug. Hogy merészel sértegetni az én hazamban, ezért elégetnélek? Csigavér, Ahmi, oké? Ellenőriztem, és nem érték fel a telkedet. Nem tudod, miről beszélsz? Én nem tudom, miről beszélek. Igen, össze-vissza beszélsz, mint mindig. Nem csoda, hogy senki se szeret a környéken. Ah. Élőbb az újra nem hasznosítható szemétedet, az újra hasznosító közérakod, most meg alaptanul vadaskodol. Ez nincs jogod, nincs jogod. Rossz ember vagy, és nagyon rossz szomszéd. Ahmed, hívtál! Nem fontos! Rajta volt, be nem érték fel a telket, csak kitaláltad, igaz? Rendben, nem érték fel. És most tűnj el! Soha többé nem hívlak meg ebédre a házamba. Nagy ügy, meg vagyok kecske agykebab nélkül. Ha, birka volt. Felőlem jak is lehetett, mert kidobtam tőle a jakot. Mi folyik itt, apa? Épp azt mondom a barátod apjának, hogy többé ne is szóljon hozzám. Jó, oké, legközelebb már az ügyvédem, Harvey Slivovic beszél majd veled. Veled meg az én ügyvédem, Bernie Silverstone. Miért? Ők a legjobbak. Isten áldjon, barátom! És mikor azt mondom, barátom, úgy értem, te kétszínű hazug rózsagyilkos, gyere, Larry, menjünk! Még egy csomó idő van vacsoráig. Nyomás! Te is, Kenny! Indulás befelé! Ez nem igazság! Azt mondtam befelé! Kali! Nazi! Nyomás, Lawrence Andrew! A második neve Ellen? Tök mindegy, gyerünk! Hívjál! Oké! Gyere! Hogy érted, hogy nem találkozhatok Kennyvel? Sajnálom. Nem tűrhetem, hogy az ellenséggel barátkozz. Mellesleg ez remek alkalom lehet arra, hogy új barátokat szerez. Mi van azzal a gyerekkel, aki allergiás a napfényre? Biztos szívesen barátkozna veled. Nem, Kennyvel akarok barátkozni. Kevin nyomasztó. Egész nap egy sötét szobában kell vele játszani. Rémes. És két percenként megkérdezi, hogy milyen kint a szabadban futkározni. Ez most fontosabb, mint te meg Kenny. Ez a családi összetartásról szól. Az apád vagyok, oké? És ha egy kicsit is szeretsz, kiállsz mellettem. Na jó, rendben, nem találkozom többé Kennyvel. Majd ülök a szobámban és elunatkozgatok magamban. Jaj, szívem, én csak a rózsámat akartam visszakapni. Nem akartam, hogy Lali elveszítse a barátját. Lehet, hogy hagynunk kéne az egészet. Menj és kérj bocsánatot Ahmedtől. Nem, azt már nem. Nem zárhatod csak így vissza a palackba a haragomat. Olyan vagyok, mint egy rakéta. Ha beütötted az indítókódot és megnyomtad a piros gombot, már nem mondhatod, hogy hagyjuk. És hol az a gomb, amitől elhallgatsz? Szerintem mindketten tudjuk, hol van. Jól van, tudod mit? Akkor átmegyek én bocsánatot kérni. Nem, Viki, nem mehetsz át. Azt kérted, álljak ki melletted. Most neked kell kiállnod mellettem, nem ár. Igazán? És mit nyerek vele? Képes vagy rá? Még fenn vagy? Mi van, Mike? Mit csinálsz itt? Semmit, megszomjaztam. Figyelj, Mike. Nagyszerű, hogy így érzel a testeddel kapcsolatban, ez így helyes, vékony vagy, izmos, nincs miért szégyenkezned, büszke vagyok rád. Most, hogy ezt elmondtam, azonnal vegyél fel egy nadrágot, mert rossz rád nézni. De nem akarok, nekem így kényelmes. Mike, az egy dolog, hogy így ücsöröksz a szobádban, de most már az egész házban így parádézol. Mi jön ezután? Elköltözöl egy nudista kolóniába? Ennek semmi köze a nudistákhoz. Így érzem jól magam, érted? Jobb, ha megbékélsz a dologgal. Kaphatok e szeletet? Bocsi, nincs trikó, nincs gatya, nincs torta. Larry, csak szeretném megköszönni, hogy kiállsz mellettem ebben az Ahmed dologban. Ez nagyon sokat jelent nekem. Értékelem, amit értem teszel. Nem úgy, szívesen teszem. Később beszélünk. Rendben. Kenny, azonnal gyere elő! Ha ez olyan könnyű lenne... Nézd, veled nincs bajom, de azonnal tűnj el a házamból. Soha többé ne lássalak itt, megértetted?
Hogy tehetted ezt velem? Há? Hogy tehetted ezt velem? Megígérted, hogy többé nem találkoztok. Nem lett volna szabad megígérnem, mert Kenny barátsága többet jelent nekem, mint... Mint mi? Mint mi? Mint a saját apád? Nem, mint egy hülye szökőkút vagy egy rózsabokor. Kenny meg én nem akarunk belefolyni ebbe a vitába. Pacifisták vagyunk és semlegesek maradunk. Akárcsak Svájc. Tudod, mi történt Svájccal a háború alatt? Mi? Intézetbe adták. Elég! Hé, Dave! Neki is lehet magánélete. Még hogy nem akar olyan sráccal járni, mint az apja. Akkor miért ül ki vele a verandán? Miért vihorászik, meg fecserészik vele, ha? Nyugi, ettől még nem fog hozzá menni feleségül. Nem is tudom. Úgy tűnik, tényleg bírja. Most már csókolóznak. Még mindig. És Jay keze már ott van. Hé, 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 te! Szállj le róla, te! Te! Mi a baj? Olyan, mint te? Pontosan! Tűnjetek is, mocsok! Tűnés haza! Ha, csak egy csók, és az apám mindjárt nem akarja, hogy ezzel a sráccal járja. Könnyen ment. Azt hittem, a pólómat is le kell majd vennem. Elképesztő, milyen hülye az apám. A tiéd! Hát még az enyém! Teljesen kiakasztott. Az enyém örökre kitiltott a házunkból. Az enyém rosszabb. Egek, hallanád, mikor utánozza, hogy beszélsz? Kegyetlen! A te apád kegyetlen? Az enyém szerint úgy öltözöl, mint egy lány. Igen, akkor elég nagy csekfej lehet. Micsoda? Te magad mondtad, hogy sose tudja befogni a hülye pofáját. Ja, de az én apám legalább nem húzkodja ki mások rózsabokrát, hogy hülye gicses szökőkutat állítson a helyére. Minek nektek az a sok szökőkút? Nincs fürdőszobátok? Sértegetni akarsz? Hol vettétek a bútoraitokat? A rémségek kicsiny boltjában? Larry, mi a probléma? Az a hülye Kenny. Miért? Mi történt? A családunkat szitta. Hát, bekaphatja. Majd találok valaki mást, aki lézerkartozik velem. Nem akartok lézerkardozni? Oké, talán majd Mike. Hé, Mike, nem akarsz? Miért vagy mesztelen? Tudod, kezd nagyon eldurvulni ez a vita, és most már Larry is úgy viselkedik, mint te. Miért baj az szerintetek, ha valaki olyan, mint én? Én csípem magam. Szívem, ez az egész nem ér annyit, hogy a fiunk tönkre menje bele. Menj át kérlek Ahmedhez, és békülj ki. Nem, soha az életbe, kicsim. Ah. Figyelj, egész életemben ezért a földért dolgoztam. Megműveltem, itt alapítottam családot. Ez itt a mi hazánk. Dave, a házat jelzálog terheli, még ki se fizettük. Sokkal inkább a bank hazája. Akkor se hagyhatom, hogy Ahmed így bánjon velünk. Épp ezért falat emelünk a telek köré. Egy 3 méter magas betonfalat. Ó, értem már, az jelentősen megemeli a ház piaci értékét. 4 hálószobás, 2 fürdőszobás ház, étkezős konyhával és börtönfallal. Jó, majd felfuttatunk néhány kúszónövényt a falra, hogy eltakarja. Kapsz egy új Diana hercegnő rózsát, meg Erzsébet királynő rózsát. Még egy Barbara Bush rózsát is. Jó, ha ennyire sért ez a dolog, ennyire, akkor... drágám, itt az elvről van szó, és mit ér egy férfi az elvei nélkül? Jól van. De ugye tudod, hogy ez a fal benne lesz, vagy 20 000 dolcsiba? Ahmed, barátom, nem tudom te, hogy vagy vele, de én nem bírom elviselni, hogy a kettőnk vitája megmérgezte a fiaink barátságát. A gyerekeink szenvednek, minek gyűlölködni? Nincs igazam, barátom? Igazad van, barátom. Sajnálom, meg tudsz nekem bocsátani? Igen, ha te is nekem. Rendben. Vállalod egy 3 méteres fal árának a felét? Mhm. Mike, nekem is adj egyet. Mit csinálsz? Semmit. Miért vagy mesztelen? Mi? Elgondolkodtam azon, amit mondtál. Igazad van. Felszabadító érzés. Nézd, nyújtózkodom.
Ugrálok. Nem. Lóbálok. Elég már. Miért? Jól érzem magam, te nem? Nem, nem érzem tőle jól magam. És soha többé nem is fogom. Jól van, megértettem. Igazad van, ez ocsmány. Ígérem, soha többé nem fogok pucéran flangálni a házban. Szóval rájöttél, hogy a mesztelenség helytelen dolog, és szégyelned kell a testedet? Igen. Helyes. Jó munkát végeztem. Jó ét.